Üdvözlöm a társalgó nézőit! Mai vendégünk Tanács Erika, senior menedzser. Szia! Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Mára te már nagyon szép karriert futottál be az FLP történetében, de ehhez egy picit a kezdetekhez visszanyúlnák, hogy hogy kezdődött ki az, aki először megtalált ezzel a lehetőséggel, és hogy indultál el, hogyha erről egy picit mesélnél. A Juronicsicáiknak a csoportjához tartoztunk, és Hát ott egy vállás az ő csapatán belül ketté szakította tulajdonképpen az érdekeltséget, és így a barátnőmhöz átszponzoráltam 2005. szeptember 13-án, és tulajdonképpen így kezdődött a forevörös életem. És ami nekem egy hihetetlen nagy élmény, hogy a juronist Ica és férje Géza elsőként jönnek mindig gratulálni nekünk, bármilyen minősülés van, és ez az emberi nagyságukat mutatja hiszen annak ellenére, hogy ők ő, tulajdonképpen elveszítettek bennünket és egy óriási nagy csapatnak a lehetőségét, ő mindig úgy fogalmazott, hogy ő szeretettel elengedett bennünket, és így teret adott az újaknak. És ez egy olyan csodás gondolat, hogy nagyon sokszor ragaszkodunk dolgokhoz, és ez gúzsba köt bennünket. És hogyha az ember így gondolkozik, akkor nagyon sok minden szép dolgot be tud vonzani az életébe. Három éven keresztül a szponzorom Tasnádi Beáta folyamatosan mondogatta, hogy FLP, FLP, és én mindig mondtam, hogy nem, 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 és aztán egy magánéleti válság arra vezetett engem, hogy igazából a szabadságomat, az új életemet ezzel az üzlettel tudom megváltani, és nagyon nagy erővel elkezdtem dolgozni és így 2005. szeptember 13-án megvettem a dobozomat, és azóta is ez egy olyan csodás nap az életemben, amit így egész csapatostól meg szoktunk ünnepelni, és hát ott nagyon-nagyon gyors lendülettel elkezdtem a, a hálózatépítést. El, elég sok rekordot meg is döntöttél rögtön. Igen, nagyon hát ott nagyon-nagyon, tehát... Abban a csoportban, ahol én dolgoztam, ott én voltam az egyetlen olyan igazgató, aki hónap közepén minősült, ugyanis december 15-én igazgató lettem, úgyhogy ez akkor egy óriási nagy különlegesség volt. Hát három hónap múlva menedzser lettem, és tíz hónap múlva szenior meg lett az autóprogram. és az első évben én is megcsináltam az 1500 pontot, és megcsinálták anyukámék is alattam, ők az első frontigazgatóim. És hát nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy tényleg egy ö, igazi családi vállalkozásba tudunk együtt dolgozni, és egy olyan példát tudunk mutatni az embereknek, ami sajnos a mai világba kikopott, hogy a családok egy közös cél érdekében összefogjanak és összetartsanak, és ez ö, egy olyan egységet képezen a családba, ami, ami sajnos most nem, nem látható. Ez elég példaértékű, ugye, hogy említetted, hogy szüleid az első front és a mai napig együtt dolgoztok. Ők rögtön beadták, úgymond a derekukat, támogattak az elejétől kezdve, vagy azért kellett nekik egy pici noszogatás, hogy csináljuk ezt együtt? Hát egy határozott fellépés kellett, ugyanis ő nekik nagyon-nagyon negatív tapasztalatuk volt egy korábbi MLM rendszerrel kapcsolatban, és ők hoztak egy fogadalmat apukám, hogy soha többet. Ehhez képest. Ehhez képest, igen, mi lett volna, ha akarták volna, és nagyon-nagyon és nagy tervekkel és nagy célokkal elindultunk. És én azért tartom nagyon fontosnak azt, hogy ők közel a 70-hez elképesztő eredményeket és sikereket könyvelhetnek el maguknak, hogy az ő korosztályukhoz tartozó emberek otthon ülnek, várják a nyugdíjat, szomorkodnak, panaszkodnak, és ez a tudásbölcsesség, amit az éveken, évtizedeken keresztül magukba szívtak, azt azt egyszerűen nem kamatoztatják, és ők valahogy egy példát szeretnének mutatni azoknak az embereknek, hogy igenis a fiatalokkal lehet együtt kartkaröltve, komoly célokat kitűzve, tényleg egy családi egységet képviselve, és hogyha ilyen magasztosabb, területekre szeretnénk eltévejedni, akkor itt társadalmi szempontból is nagyon fontos szerepet játszunk, hiszen a példamutatás rendkívül fontos. Tehát én azt látom, hogyha egy kis közösségen belül az ember mutatja az utat az embereknek, és életvezetési tanácsadóként jelen van az életükbe, akkor egyszerűen hihetetlen hegyeket lehet megmozgatni, és, és igenis gyerekeink felé is nagyon fontos példamutatással tartozunk, mert mert nem az a fontos, hogy mit mondunk, hanem hogy mit látnak a gyerekeink, és, és az, hogy, hogy itt családok összefognak, és egymás segítik, és támogatják, ezt én egy nagyon-nagyon fontos dolognak tartom. Szüleid ugye természetgyógyászok, ha jól tudom, és kiskorodban téged is orvosnak szántak, vagy te szerettél volna orvos lenni, de végül is most is így az embereken segít, ez csak picit más Másképp, Igen. Én mindig gyerekgyógyász akartam lenni, tehát az egész életem másról se szól, csak arról, hogy arra készültem föl. A legnagyobb álmom mindig az volt, hogy Afrikában gyerekorvos legyek. Nem tudom, valahogy annyira nagy érzelmi kötődés fűz engem az afrikai gyerekekhez. Volt egy olyan évfolyamtársam általános iskolában, ahol egy orvos házaspárnak Gyerekei oda jártak hozzánk, a férfi afrikai volt a hölgy egy szőke kék szemű, és csodálatos gyerekeik voltak, és egyszerűen annyira imádtam őket, és valahogy még inkább ez arra sarkalt engem. Nem adtam föl ezt a célomat és álmomat, de hát nem orvosként, hanem szociális munkásként nagyon szeretnék segíteni. Úgyhogy ez egy nagyon komoly célom, hogyha a gyerekeim szépen egyenesbe jönnek, és. Itt tudom őket esetleg hetekre hagyni, akkor én nagyon szeretnék rendszeresen kijárni és segítkezni. Ugye már három gyermeked van, ők most mekkorák, mivel foglalkoznak, vagy ők hogy viszonyulnak az üzlethez, esetleg már valamelyikőjük regisztrálta, -e, vagy vannak ilyen irányú terveik? Igen, 21 éves a fiam, ő itt Budapesten egyetemre jár, műszaki egyetemre, mindig azt mondja nekem, hogy anya, én leszek a legjobb befektetésed az életedbe, mert tényleg azért egy egyetemist a gyereknek a mindennapi dolgait menedzselni, az nem két filérbe kerül, és hát enélkül az üzlet nélkül ezt sem tudnám megtenni, úgyhogy ez is egy óriási nagy lehetőség. Ő is be van regisztrálva, használja a termékeket, sportol, karatézik de hálózatépítéssel nem foglalkozik, nem azért, mert nem akarna, vagy nem tetszik neki, hanem egyszerűen annyira nehéz most ez az első év, ugyanis Szegeden elkezdte az egy első évet, és aztán ő úgy döntött, hogy messze van a tűztől, és inkább előről kezdte, és följött Budapestre az egyetemre. A középső kislányom ő 18 éves, most harmadikos gimnazista, egy nagyon-nagyon tehetséges kislány, táncol, novellákat írt, tehát ő ilyen kis művészlélek, és a harmadik gyermekem, ő is lány, ő 13 éves, ő pedig csodálatosan rajzol. Mindig azt kérdezgeti tőlem, hogy anyai, ebből meg fogok élni? Hát persze, hogy meg fogsz. <laughs> Legyél kitartó, türelmes, csodálatos rajzai vannak, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk. Én azt gondolom, hogy a szülőnek a legnagyobb sikere az életében, hogyha a gyerekeire büszke lehet, és, és az a fajta tartás, amit, amit át tud adni a gyerekeinek, hogy legyenek kitartóak, céltudatosak, példamutatóak ezt mi csak ezzel tudjuk elérni, hogy, hogy, mutatjuk nekik az utat, és, és pont most volt egy ilyen történet, Szegeden volt egy nagyon nagy vihar, és a, a, táncos társai a kislányomnak, aki 13 éves, ő táncol, ő is táncol, e szakadó esőbe várták a buszt, és akkor mondtam, hogy mindenki üljön be a kocsimba, és mindenkit hazaszállítottam, és akkor mondja, hogy anya, te ilyen aranyos vagy, hogy, hogy, hogy odafigyelsz ezekre. Tehát, hogy, hogy annyira pici gesztus, hogy az ember ezeket a dolgokat észrevegye, csak ezek mind kellenek a gyerekeinknek, hogy, hogy példát lássanak, hogy igenis oda kell fordulni azok felé, akik esetleg olyan helyzetben vannak, hogy segítségre szorulnak. Én most például említed ugye a segítségnyújtást, és nyilván ezt otthonról is hoztad, de gondolom a nagy részt a foreveres munkának is köszönhetően ugye az ember sokat változik, a személyisége fejlődik. De hogy érzed, hogy ezek az évek alatt, amióta itt vagy, mennyi mindent változtál, vagy mennyi mindenben fejlődtél? Yeah. Én sokkal bölcsebb lettem, sokkal megfontoltabb, sokkal inkább látom azokat az emberi értékeket, amelyek fontosak. És nem ledegradálva szeretném azokat a munkatársaimat, akik most fönt vannak a színpadon, és Konquistadors Klub nyertesek, és minden. De nagyon fontosnak tartom, hogy az ember a magánéletébe azokat a dolgokat, és feladatokat, amiket az élet erérak, abban is meg tudjon felállni. Érted egy nagyon súlyos baleset. Abból nagyon sokáig tartott, még felépültem, mire újból elkezdtem dolgozni. Addigra szegény nagymamám esett le a lábáról, és őt kell őt segíteni, gondozni. És én azt látom, hogy a 150 non pont pontértékem az most a magánéletemre és a családomra korlátozódik, de én azt látom, hogy egy közéleti siker soha nem mérhető ugyanazzal a mérleggel, mint amivel egy magánéleti siker. Úgyhogy az embernek az életében vannak ilyen hullámhegyek, hullámvölgyek, van, hogy előtérben van, és, és az utat, mint egy nagyon szép mondás az, amikor a vadludak mindig cserélik a előlévő ludakat, hogy éppen, éppen, aki, aki erős, ő, a ellenállás ott a legnagyobb, és itt mindig más vezető mutatja az utat, és más vezető mutatja a példát. De a stabil üzletednek hála, amikor volt ez a baleseted, és ki kellett hagynod, meg most ugye a családba is segítened kell ápolni nagymamádat. Ugyanúgy hála istennek meg tudtok élni, és megy tovább, idézőjelbe magától is. Tehát, hogy amikor az ember nem annyira aktív. Tehát ez is ennek az üzletnek az egyik nagy előnye. Így van. Tehát én azt látom, hogy itt nem felfújt lufikat kell gyártani ebben a vállalkozásban, hanem abszolút hosszú távon kell gondolkozni. És most Londonba is ennek az üzenete jött le számomra. Én annyira átszellemülten ültem és, és szívtam be magamba azokat az élményeket, amiket kaptam, hiszen láttam olyan embereket, akik 20-30 éve vannak a forövőrbe. Tehát, most lesz a kilencedik születésnapom, és látom azt a jövőképet, amit az ember be tud futni ezzel a vállalkozással. És az, hogy 14 igazgatói csoport van alattam, ez egy óriási biztonságot és stabilitást ad. Én azt szoktam mondani, hogy ez az a szociális háló, ami nagyon-nagyon sűrűre van szőve és ezt kell minél több embernek átadnunk, hogy biztonságban érezheti önmagát és a családját, bármi történik vele az életbe, és én nagyon hálás vagyok ezért a szponzoromnak, Tasnádi Beátának, hiszen ő indított el engem ezen az úton, és soha nem tudhatjuk, hogy mikor van szüksége arra, hogy, hogy tényleg meglegyen az életünkben ez a biztonság, mert van, amikor nem tudunk úgy pörögni. Ténylegesen a mindennapokban hogy néz ki számodra az üzletépítés? Hogy vannak-e ilyen csoporttalálkozótok, amikor a saját csoportodnak vannak nyílt napok, vagy híve vagy akár az ilyen egy per egyes találkozóknak, nyilván használod az országos rendezvényeket is. Tehát mik azok a gócpontok, amik köré itt szerveződik a te csapatodnak a munkája. Hát én ilyen tyúkanyú típus vagyok, és én nagyon-nagyon fontosnak tartom az emberi kapcsolatokat és a barátságokat. Tehát nálunk nem csak üzletről szól, amikor találkozunk, hanem én mi mindenkinek az életéről is tudok, a magánéletéről, a különböző problémáiról, azokról az időszakokról, amiket megélnek, ugyanúgy, hogy mi is megélünk nehézségeket, megélünk boldog pillanatokat és szoktak lenni karácsonyi buliaink most készülünk egy nyári, bográcsozós, családos, együttöltött napokra, tehát én nekem nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy emberileg is közel tudja kerülni a csapathoz és a munkatársaimhoz, mert én azt látom, hogy nagyon-nagyon hogy lényeges az, hogy, hogy tényleg emberként, magánemberként is jóba legyünk, és nagyon sokan azt mondják, hogy ne bratjízd meg, ne barátkozz, én, én, pedig azt látom, hogy nem tudsz távol maradni olyan emberektől lelkileg, akivel közös céljaid vannak, akikkel közös úton jársz, akikkel egy közös jövőképet alakítasz ki. Csütörtökönként szokott lenni anyukáméknak a természetgyógyász rendelőjébe nyílt találkozunk, de én egy per egyeket is szoktam, hiszen olyan komoly üzletemberekkel vagy orvosokkal, akikkel én együtt dolgozom, természetesen nagyon-nagyon lényeges, hogy hogy, hogy megismerjem őket magánemberként is. Mik a rövid távú céljaid, most éppen milyen szintre készülsz, esetleg ehhez tűztél időpontot, illetőleg hosszú távon? mit szeretnél elérni, és az körülbelül milyen időintervallumon belül? Hát én most januártól kezdtem el nagyon-nagyon komolyan ö, dolgozni, ö, szélesítek, ö, keresem azokat az embereket, akikkel meg tudom alapozni az ígő időszakot, hiszen most ö, ö, elkezdődött május 1 a a 2014-2015-ös Eagle program, és ö, hát ö, én úgy kezdtem el a forever dolgozni, hogy nekem az volt a nagy álmom, hogy én Mexikóba el szeretnék jutni, tehát amikor most Londonba kihirdették, hogy a következő igő találkozónak az időpontja Cancún, Mexikó, akkor egyértelmű volt, hogy ez számomra egy óriási nagy kihívás. Úgyhogy azok az alapok, amelyeket letettem az elmúlt hónapokban, én azt gondolom, hogy most fog meglátszódni pontértékbe, eredményekbe és én nagyon szeretném ezt az évet úgy zárni, hogy igazgató legyek, és természetesen nem azért, hogy a pöttyek száma növekedjen, hanem azért, hogy tényleg egy olyan stabil vezetőkből álló csapatot tudjak ö, vezetni, akikkel tényleg nagyon komoly célokat és terveket ö, tudunk kitűzni, és ö, és az, hogy valaki stabil csapatot tudhat maga mögött, az egy nagyon-nagyon nagy munka. Tehát egy folyamatos nyomonkövetés, egy folyamatos kapcsolattartás, komoly vezetést igényel az, hogy ezeket az embereket te tényleg vezetőként tud és mutasd az utat. És nekem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a testvérigazgatóim számára is abszolút példát tudjak mutatni, és át tudjam törni azokat a falakat, amelyek megakadályoztak bennünket abba, hogy tovább tudjunk lépni, tehát kicsit most ilyen kis zsándártnak érzem magam, hogy, hogy itt most nekem nagyon-nagyon fontos feladatom van, nem csak az én csapatom miatt, hanem, hanem Dr. Miles Sándor csapatába egy, egy nagyon szép égkő szeretnék lenni, ez egy nagyon fontos célom. Hát ehhez akkor úgy tűnik, hogy nagyon jó úton vagy, és további nagyon szép sikereket kívánok. Ezt. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm a lehetőséget még egyszer, hogy itt lehettem. Nézőinknek is köszönjük szépen a figyelmet, találkozunk a következő adás alkalmából. Viszontlátásra!